Fontos mérföldkő volt a kormányablakrendszerben, amikor hivatalosan megnyitották a turkevei kormányablakot. Egy öröm nap ez a számunkra, hiszen fontos mérföldköveket tudunk ma letenni a vármegyénk életében. Egyrészt végeztünk azzal a feladattal, hogy minden okmányirodából integrált ügyfélszolgálati irodát, tehát kormányablakot tudjunk kialakítani. Ez ennek az állomásnak az utolsó fejezete, és ezzel gyakorlatilag egy 17 állomásból álló kormányhivatali rendszer tudunk működtetni a vármegyénkben. És ez a feladat, azt gondolom, hogy az elmúlt évek meghatározó elemeként teljesült annak érdekében, hogy az ügyfeleinket maximális elhivatottsággal és szakmai tartalommal tudjuk kiszolgálni. És egy másik fontos mérföldkő is, én azt gondolom, a kormányhivatal életében, hiszen most már nincs olyan járási hivatalunk a vármegyében, ahol ne rendelkeznénk több kormányablakkal, tehát olyan integrált ügyfélszolgálatokkal, mint ez a mostani. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kormányhivatal főispánja kiemelte, az ügyfélfogadási idő sem hagyományos lesz, illeszkedve az emberek munkaidejéhez korábban nyitnak és később zárnak majd. Ezekben az intézményekben sokkal több ügyet el lehet intézni, mint korábban az okmányirodákban. Dr. György István, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium államtitkára is egy fontos állomásként szólt a turkevei kormányablak megnyitásáról. Ugye az integrált kormányablaki rendszert nem szeretnénk teljesen megbontani, de ugyanakkor segítve ezt a munkát, és elsősorban a lakossági ügyfeleknek a kényelmét szolgálandó, kialakítottunk gépelmügy intézési pontokat is, ahol természetesen a lakosságot is, az ügyfeleket is fogadjuk, a természetes személyeket, de közületeket, meg gépjárműkereskedőket is, és annak érdekében, hogy a kormányablakban ne legyen borzasztó nagy tumultus, ezért a legnagyobb forgalmú területeken párhuzamosan kialakítottuk ezeket a gépjárműgy intézési pontokat is. A kormányablakok az egyik legsikeresebb projektje a magyar állam közigazgatás fejlesztésének, és így természetesen a kormányhivatali és a járási hivatali rendszerre is értendő ez. Az államtitkár köszöntőjében méltatta a magyar közigazgatásban végbement fejlődést és annak korszerűségét. Mint mondta, meggyőződése, hogy a kormányablakokra hosszú ideig szükség lesz még úgy is, hogy a digitális lehetőségek egyre inkább előtérbe kerülnek. A kormányablakok kialakításával kapcsolatban azt is hangsúlyozta, hogy véleménye szerint Magyarországon a közigazgatásnak ilyen hatékony intézményrendszere nem épült ki a kiegyezés óta. Elhangzott továbbá, hogy mindenkinek köszönet jár, aki részt vett az intézmény kialakításában. Külön köszönettel tartoznak a polgármesteri hivatal munkatársainak, a városvezetőnek és a kivitelezőnek, hogy az új helyen ilyen minőségben épülhetett meg a kormányablak. A beruházás 185 millió forintból valósult meg, a kormányablakban 9 munkatárs várja majd az ügyfeleket. Közülük az első már a hivatalos átadás után megérkezett. A hölgy ügyfélkapus belépési problémával fordult az ügyintézőkhöz, akitől szakszerű segítséget kapott. F. Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője, köszöntőjében visszautalt azokra az időkre, amikor egy-egy ügy intézéséhez 4-5 hivatalt kellett végigjárni. Ha egy ügyet intézünk, akkor be kell menni. Már be se kell menni a kormányablakhoz, de hogyha bemegyünk, sorszámot húzunk, rövid idő alatt sorra kerülünk, és hogyha meg is feledkeztünk valamilyen igazolásról, valamilyen papírról, nem is jó helyre ültünk benn, az ügyintéző kollégák, kolléganők helyre tesznek, és el tudnak intézni szinte minden ügyet. Ez gyors, kényelmes és hatékony. És tisztelt Hölgyeim és Uraim, Turkeve megint egy kicsivel jobb település lett. Nem minthogyha ezelőtt nem lett volna egy kitűnő, hagyományait tisztelő gasztronómiáról, múltjáról, történelemről híres település. De egy település minőségét az is adja, hogy milyenek a szolgáltatások. És most ezek a szolgáltatások, amit a kormányablakban tudnak nyújtani,
azok ugyanolyanok lesznek, mint Szolnokon, Budapesten, Debrecenben, bármelyik nagyvárosban.